Augusztus 1-én ünnepélyes keretek között adták át a Gyönki Német Nemzetiségi Egyesület új közösségi házát. Az egyesület elnöke szerint szükség volt egy nagyobb térre, ahol megfelelő körülmények között tudnak közös összejöveteleket tartani. A házat az egyik tag vásárolta meg az egyesületnek, ezzel elindítva a folyamatot. Hát a svábok úgy vannak, hogy azért spórolnak, nem elköltik a pénzt, hanem úgy rakolgattuk félre, hogy hát ha egyszer sikerül, mivel hogy a házvásárlásra nem kellett, akkor innentől kezdve tudtuk, hogy el tudjuk kezdeni. Nagy fejtörést okozott a ház fenntartásának leendő költsége is, éppen ezért az egyesület önerőből és némi civil adományból napelemrendszert építtetett ki, ami jelentősen csökkenteni fogja a rezsiköltségeket. Ezt követően több pályázatot is benyújtottak a ház felújítási költségeinek megszerzésére. Két nyertes pályázatuk volt, így az állam támogatta őket egyszer 3,5 millió, majd 6,5 millió forinttal. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a terület országgyűlési képviselője azt mondta, a kormány számára fontos, hogy segítse a magyarországi nemzetiségeket abban, hogy ápolni tudják hagyományaikat. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak a története elképzelhetetlen a velünk együtt élő nemzetiségek nélkül, hiszen az elmúlt 1000-1100 évben gyakorlatilag ugyanazt a történelmet élhettük meg, vagy éltük végig. Együttesen. A ház teljes felújítása és korszerűsítések közel 26 millió forintba került.